Legalább 9-en meghaltak, 10-en pedig megsérültek a kelet-ukrajnai Szumiban, amikor orosz dróntámadás ért egy kórházat. Kijev szerint az oroszok csaknem 90 pilóta nélküli légijárművet indítottak, és bár nagy részüket az ukránok kilőtték, a kórházat így is többel találta. Közben Kurszk régióban az ukránok törtek előre, ezért az oroszok folytatták a lakosság kimenekítését. Hangos durranást lehetett hallani szombat reggel, amikor egy orosz drón eltalálta a kelet-ukrajnai Szumi egyik kórházát. Ezután a tűzoltók megkezdték a betegek evakuálását. Ekkor azonban újabb pilóta nélküli légijárművek csapódtak be. A támadásban a környező épületek is megrongálódtak, a közelben álló autók kigyulladtak. 100-nál több embert menekítettek ki, de halálos áldozatok is voltak. Az orvosok szerint a kórház teljesen használhatatlanná vált. A recepció és a baleseti sebészet is megsemmisült, a másik oldalon pedig összeomlott a legfelső emelet. Minden beteget evakuáltunk. A legsúlyosabban sérültek már mind más kórházakban fekszenek, most a többi páciens elszállításán dolgozunk, mondta az intézmény vezetője. A támadás után Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Azt üzente, a világon mindenkinek oda kell figyelnie arra, hogy Oroszország mit vesz célba. Kórházak, polgári objektumok és civil emberek élete ellen folytatnak háborút, fogalmazott az ukrán elnök. Pénteken a Duna partján a román határ közelében fekvő Izmailt is légicsapások érték, több lakóépületet is eltaláltak. Izmailban szombatra gyásznapot hirdettek az áldozatok emlékére. Számos emeletes ház megrongálódott, 12 ember megsérült, egyikük állapota jelenleg is súlyos. Sajnos 3-an meghaltak, számolt be a város alpolgármestere. Több település azonban megmenekült. Az ukrán légvédelem szerint több mint 80 drónt lőttek le, néhányat a frontvonaltól messze, Kijev környékén. Állításuk szerint 2 orosz cirkáló rakétát is ártalmatlanítottak. Közben Oroszország is folyamatosan fejleszti a légvédelmét. Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök egy gyakorlótéren beszélt az egyre gyakoribb ukrán támadások elleni védekezésről. Az utóbbi időben az ellenség egyre gyakrabban vesz célba kisebb célpontokat, általában nem csak a katonai, hanem polgári infrastruktúrát sem kímélik. Ezért különösen fontos, hogy a több lépcsős légvédelmi rendszerünket időben be tudjuk vetni, mondta a korábbi államfő. Ez alatt a szárazföldön is folytatódtak a harcok. Kurszk régióból az elmúlt napokban újabb 200 embert evakuáltak az ukrán előretörés miatt. Az orosz kormány szerint eddig több mint 10 000 embert kellett menedékhelyeken elszállásolni.